Lájkold te is a Sziget Kösport Facebook oldalát. Szerdán megkezdte a felkészülést a Credobusz Moson Magyaróvár az MB2 új szezonjára. A csapat irányítását Németh Zoltán vette át, aki az elmúlt években Csertői Aurél munkáját segítette Gyirmóton. Ugye az elmúlt 5 évben azért másodedző voltam, előtte voltam már az Etóv az MB3-as csapatnak a vezetőedzője, és voltam Ajkán is vezetőedző, de azért az elmúlt 5 évben másodedző voltam, azért ez egy más kávéház. Tehát itt most már nekem kell a döntéseket meghoznom, nekem kell kimondanom majd az igent vagy a nemet. Itt azért sokkal nagyobb a felelősségem, mint ameddig eddig volt. Én ez a közel 3,5 hét, ez nagyon jól jött szerintem pihenés szempontjával. Elég stresszes volt az utolsó másfél nap a bemaradás szempontjából. Bravúrral zárult a mi szempontunkból a szezon, elértük a célunkat, úgyhogy most már következik az új célkitűzés, továbbra is bennmaradás, én úgy gondolom. Ez a felkészülés, ez mindig egy nehezebb időszak, de azt gondolom, hogy itt tudjuk letenni az alapokat, amit majd a bajnokságba tudunk kamatoztatni, úgyhogy biztos fogunk szenvedni, de ennek most itt van az ideje. Nem csak a kispadon, a keretben is történtek változások. Vég Bence az élvonalra készülő MTK-hoz, Nagy Zoárt pedig Csákvárra szerződött. De mellettük Debreceni András, Jasárevics Mahír és Nagy Kevin is távozott. Puhtyéjev Maxim és Mayer Ádám kölcsönszerződése lejárt, így ők visszatértek klubjaikba. Remélem minél kevesebb távozó lesz, és le tudjuk ezt zárni rövid időn belül. Vannak kiszemeltjeink, akikkel tárgyalunk, vannak játékosok, ügyes fiatal tehetséges játékosok, akik eljönnek próbajátékra. Remélem, hogy meg tudnak minket győzni, hogy itt maradnak, és megvan rá a tehetségük, hogy elérjük velük a céljainkat. Július elejére mindenképpen ezt le akarjuk zárni, aztán majd meglátjuk, ez egy átmeneti időszak, nagy lesz a mozgás, az biztos. A Moson-Magyaróvár egyelőre 2 új érkezőt jelentett be. Szabó Bence korábban megfordult Fehérváron és a DVTK-nál is, legutóbb a szlovén másodosztályú Lendvát erősítette, míg a rutinos Nagy Patrik a vezetőedzővel együtt Gyirmótról érkezett Moson-Magyaróvárra. Dolgoztam én a Némóval 4 évet, úgyhogy sok újra tőle nem számítok. Tudom, hogy mit szeretne játszani, tudom, hogy milyen edző. A csapat pedig ugye tavalyi évben 12. lett, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy tök jó alap, ami itt van. Számomra nagyon fontos, hogy játék lehetőséghez jussak. Úgy gondoltam, hogy itt megkapom, bízok ebben, ez nyilván teljesítmény is kell, de bízunk a legjobbakba. Szeretnék ide is minél hamarabb beilleszkedni, azért ebben van segítségem, mert több játékos személyesen ismerek, voltak csapattársaim. Úgyhogy a beilleszkedéssel szerintem nem lesz probléma, és nyilván a legideálisabb az lenne, hogyha minél hamarabb itt is vezéregyéniséggel tudnék válni, és a jelenlétemmel is, nem csak a játékommal, hanem a jelenlétemmel és a kisugárzásommal is segíteni a társakat. Az óváriakra a július végi bajnoki rajtig 5 edzőmérkőzés vár. Németh Zoltánék a Nagykanizsa mellett a szlovákiai Somorjával, a Komárnóval, a Petržalkával és a Skalicával találkoznak. Sziget Kössport.